Na, akkor csak így beköszönjük, hogy... Aha, köszönjünk be. Na jó. Sziasztok! Sziasztok! Nézzétek csak, ki van itt velem. Végre együtt vagyunk egy térben és egy időben. Imádjuk egymást, és titeket is. Izgalmas dolog vár ma Lucára igazából. Igen. Mert a mai videóban kóstolni fog. Olyan termékeket hoztam Angliából, amik nem valószínű, hogy itthon megtalálhatóak. És mi lesz a lényeg, hogy becsukott vagy bekötött szemmel? Becsukott szemmel. Azt hiszem ez elég lesz, de csak akkor, ha nem csal. Nem csalom. Meg fogja őket kóstolni. És hát majd elbírálja, hogy ez éppen finom, nem finom, mihez hasonlít az íze. Úgyhogy van nálam egy zacskó, amit még nem titkos, láttam. Tényleg titkos. Nem néztem vele, őszintén. Nem, azért hiszem, hogy nem láttam, hogy mi nem van is benne. Pakoltam ki ide, hogy ez mi, úgyhogy majd nektek megmutatom előtte, hogy mit. Judit csöves zacskóval jön, megy az utcán, nem baj, szeretjük, én is szoktam. Jó, akkor... Kezdhetjük? Készen állsz? Igen, fel vagyok készülve mindenre, a legrosszabbra is. El kell fordulnod, hogy be kell csuknod a szemed, mert akkor kezdeném is az első termékkel, nem én. Csak be szemed, nem be vagyok csukva. Megmutatom, hogy ez mi. Amúgy én nagyon izgulok. Lehet, hogy ezt meg sem kóstolod, mert nem tudom ki nyitva. Jaj, ne. Jó, minden oké. Minden oké. Kell egy másik összetevő. Jézusom. Igen. Koktélt keversz? Nem. Jaj. Jézusom. Azért amúgy tényleg is blokk. Előtte megmutatom. Ő pedig a tetejére megy majd. Ja, és ezeket még én sem kóstoltam. Akkor miután én megkóstoltam, hogy itt neked is meg kell kóstolnom. Jó, legyen így. De tényleg? Jó. Hát ez... És akkor? Nem néz! Nem néz meg, csupa van a szemem végig, amíg azt nem mondod, hogy... Hogy nyisd ki a szerv, és betömöm ezzel a valamit. Tényleg? Tényleg, így lesz. Oké, elkészültem. Jó. Jó, én is. De hát... Harag. Jézusom. Mihez hasonlít az íze? Kérsz vizet? Több durva. Nem rossz egyébként. Ízleled meg egy kis ízlelődő? Igen, nem. Egyszerűen nem tudom, hogy mi ez. Várjál, ezt. Ez nehéz. Ilyen füstös íze volt egyébként. És semmihez nem hasonlít, keserű. Az íze, és nem tudom semmihez se hasonlítani. Pláne olyan dologhoz nem, amit szeretek. De azért nem volt rossz, meg ehetetlen. De semmiképp sem a levennéd a polcról, nem, és megennéd kategóriát. Abszolút nem egyébként. Ha tudnád, hogy mi az. Mm. Oké, kinyithatod. Ő a Mermaid, vagy Mermaid, Mermaid, nem tudom, ő egy angol termék, megmutatom nektek is. Az igen. Hogy ez a sör melléktermékeként megmaradt, vagy legyártott. Keserű, az jó volt. És élesztő van benne. Mm-hmm. Az angolok ezt használják ilyen szirupként tulajdonképpen. Tudjátok, mint az amerikaiak is tesznek szirupot a palacsintájukra, ezt teszik a pirítósra. De. Ezt ne tegyétek a pirítósra, mert nagyon rossz. És én is ezt hallottam róla, hogy ez rossz, de akkor fel leszek és megkóstolom, amit pedig egyébként annyira nem rossz, tehát hogyha szereted a sört, szereted a sört. Hát, hogy néha megiszom. Én nem, egyébként én nem szeretem a sört, és soha nem iszom. De ezt hát akkor ezt így beletrafem. És akkor a keserűsége az rendben volt, mármint hogy jól éreztem, hogy keserű. Igen, de ez illatán is egyébként. És... Valamilyen... És az is akkor rendben volt, hogy füstös az íze. Igen. És füstös az íze, és keserű, viszont és sós. Viszont B-vitaminban gazdag, szóval... Ura. Ilyen előny hátra, és amivel pedig... Nem, ennek nincs előnye, Judit, tehát hogy... De van benne B-vitamin. Ja. Az egyetlen egy előnye. És olyan az állaga, mint a gyantának, tehát hogy így... Hát itt, igen. Barna színű. Gyanta, igen. Gyanta, tényleg. Abszolút. Igen, és amivel pedig etted, ez a krampet. Ami... Na igen, hogy annak éreztem akkor az állagát, igen. Hogy ez egy ilyen nem mindennapi...
Nem, ők szokták ezt reggelire, lehet, hogy meg szokták pirítani elméletileg, melegen a legjobb, de hidegen is lehet enni, ez tulajdonképpen olyan, mint az amerikaiaknál, tényleg ezt, erre is azt tudom mondani, a reggeli a palacsinta. És megkóstolhatom ezt csak úgy magába? Persze, nyugodtan. Már én akkor vagy... megkóstolom el. Igen, igen. Hajrá. Fújjára! Úristen, ezt te hogy tudtad megenni? Nem olyan rossz. Jó, de nagyon rossz, de valahogy... Élesztő íze is van amúgy, tellem. Fú, hát ezt tényleg ne próbáljátok ki. És marad egy ilyen nagyon keserű utóíz a számukban. Amit én már egy jó pár perce érzek. De nem baj, amúgy ez a kenyér, ez tök jó. Ilyen szivacsos állaga van, olyan, mint hogyha tengeri szivacsot ennénk. Hát nem, de csak így tudom elképzelni, ilyen igen. És mit akarok, hogy teljesen íz nélküli, tehát semmi. Semmi íze nincs. Tehát ez hogy... így, gondoltam magában... Jó, ez szivatásnak jó volt amúgy. Igen. De én azért nem borzasztó, de nem finom, egyáltalán nem finom. Nem, tényleg nem finom. Második. Jöhet a második. Akkor most legyek egy kicsit jó fej. Ha, légy szíves! Oké. Akkor a következő, nem lesz jó. Nem lesz. Ő lesz. Júj. Amúgy csak ilyen angol jellegzetességeket hoztál, vagy van olyan, ami itt nincs, de ott van? Hát inkább ilyen angol, de nem sok termék. Nekem is nagyon különleges. Igen. Luca megkóstolja. Pedig, igen, Luca megkóstolja, és azt akartam mondani, hogy pedig voltam Angliában, de hogy ilyeneket nem ettünk. És az úgy, hogy én itt kint, tényleg kint élek, és én sem kóstoltam. Ilyet, amit az előbb te, amit most fogsz kóstolni, ilyet mellett. De ez a sörundorítóság még mindig benne van a számban, úgyhogy ez ütős. Akkor most nyitj ki a szád. Csukd rá. Szép! A legjobb Cadbury. És legjobb Cadbury is! Nem volt nehéz, mert angol. Angliában csak olyan kapni, és úristen, de finom. Tessék, ez a Vispa. Hát erről sokat nem fogok mesélni, csokoládé, az angolok kedvence, Angliából ered. És ilyen bublis? És az ilyen kis íze, igen. Buborékos belülről. De ezt nem kóstolom meg, mert ilyet már ettem, és ez annyira nem... Majd én megeszem helyettem. Jó, helyes. Nem tudom, mennyire látjátok. Ez nagyon finom, ez igazából... Olyan, mint nálunk az Aero egyébként, csak egy kicsit tömöttebb az állaga, és az íze is eléggé. Ezt szeretjük mi is nagyon, igen. Harmadik. Becsukom. Csuk-csuk. Amúgy tényleg minden kivevésed előtt elég ideges vagyok. De tényleg nem tudja, hogy mit hoztam neki. Tudom. Most bontom fel és szedem ki az acsiból. A következő nektek megmutatom, hogy ő lesz. Nem tudom mennyire látjátok, remélem, hogy látjátok. Ehhez egy kanálra van szükség. Oké. Előtte megbeszéltük, Lucának nincs semmi allergiája, bármit hozhatok neki, azt mondtam. Kivéve a... Mit is mondtál, mit nem szeret? Halas. A halas, meg az ilyen halas termékeket, na olyan nem hoztam. Fúj. Na akkor, nyis ki. Csuk be óvatosan. Ez valami kompótszerű? Közel jársz. Almás? Igen. Almás valami csatni? Na, nyisd csak ki a szemed, igen. Bramley apple sauce. Ez kint az angoloknál nagyon népszerű. Itt hagyom neked, megeheted majd. Nem viszem vissza. Ez nagyon jó, amúgy ez tényleg nagyon finom. És az angolok tényleg ilyen köretek mellé, ilyen mártogatósnak szokták használni, de ez egy sima alma szósz tulajdonképpen almadarabokkal. Úgyhogy szerintem őt ajánlom. Na, tök jó vagyok, hogy kitaláltam. Annyira ideges vagyok. Ne legyél, és megmutatom, hogy jó lesz a következő. És meséld már el, hogy ezeket hogy válogatod, vagy mi alapján válogattad össze? Hát bementem a kis helyi boltba, és... Random? És úgy tudtam, hogy mi az, ami itthon nincs, és tudtam, így már kint vagyok egy pár éve, hogy mi az, ami angol termék. De előtte azért biztos utána néztem, és kutatást végeztem. Judit, amúgy nagyon ilyen tüktig ilyen dolgokban minden. Mindenek utána szeretek néz, meg utána járni. Tényleg így kikutatja a dolgokat, annyira aranyos. Igyekszem. Na jó. Ennek... Nem. Az illata... Ez kicsit sok. Nagyon lesz el. Valami megcsapott, valami illat. Igen, kinyitottam.
Jó, nyithatod. Óvatosan, Csú. Oké, hát ezt nem ennyi is elé. Hány óvödröt? Úgyhogy nem tudom lenyelni. Köpt ki. Lenyelte. Lenyelte. Szuperhős. Jó Istenem, Istenem. Úristen! Amiről szó van, ez a mint szósz, tehát ez a mentolos szósz. Ettél már ilyet, Judit? Nem. Köszi. Akkor ezt ide helyezem. Nézzük. Ez kegyetlen volt. Úristen! Nehogy ezt meged mind. Picit úgy, mint te. Fúj, de rossz. De ez csak nekem volt ennyire sokkoló? Akkor a másik durvább volt. Igen? Mm. Nekem ez. Nos, az angol... Ezek nem normálisak. Az angol... Ezek nem normálisak. Viszont ezt a szószt, ezt a mentolos szószt, ilyen sültek mellé, bárány sültek mellé nagyon szeretik. Azt mondják, hogy így kihozza az ízét. Nem hozza hát ki. Hát nem tudom. Sajnos bárányt nem tudtam most így ide varázsolni. Ugye egyébként én nagyon sok bárányt eszem mostanában, és én szeretem, én már megszoktam az ízét, valaki nem szereti. És elejében is nagyon rajongtam érte, de most már tökre szeretem. Intenzívebb. De nem tudnám elképzelni ezt. Tehát, hogy... Utolsó. Termék maradt hátra. Remélem valami kellemes meglepetés. Meglátjuk. De utána megeheted a csokit. Mit csinál ez az asszony velem? Nem tehetek róla, ezeket a termékeket kaptam. Nem tehetek róla! Ahelyett, hogy hozott volna valami kellemes, nem tudom ott mit. Ott egy csoki. Jó. Meg az almaszósz. Jó, no. Jogos. Oké, következő és egyben utolsó. Belőle fog megkóstolni egyet. Ez az. Úgy ezt a kezedbe is tudom adni. Igen, tessék, őt kell megenni. Rosszigos! Nagyon hülyék ezek a szangolok. Mi ez? Ecetes chips, de csak tudom, mert igen. Tudom, mert én is voltam okos. Kinyírhatod, igen. Ecetes chips. Hát ezt imádják. Imádják, és tényleg két pofára zabálják, és mindenhez ezt teszik. Igen, meg mindent ecetben ezt. Igen. Bemész egy pubba, és az ecet az ott van, uh-huh. De hogy a sót azt nem biztos, hogy mindig találsz, azt kérni kell, az is biztos. Tehát nem tudom, ezek annyira ecetesen minden. Úgyhogy ez egy ecetes chipsport. Egyébként ezt már a végére én is megszerettem, amikor kint voltunk, mert ennek olyan megszokható íze van szerintem. Nem annyira vészes, tehát meg aki szereti a savanyú dolgokat, sós savanyú dolgokat, az szeretni. Savanyú szeret. Borka, igen, vagy ilyesmi, igen, igen, és én szeretem egyébként az ilyen ízeket. Hát ennyi lett volna, mert mással nem volt. Készültem neked. Nem készült mással, idehozta fél ambiát. Úgyhogy akkor pontozd kérlek az első. Jó, pontozok kombót. Én is, de te is pontozd már. Jó. Ha már ugye te is megkóstoltad. Ez a sörélesztős akármi. Igen. Cucc, kenős, ezzel a kenyérrel. Ez a kenyér, ez tök finom volt, az állaga nagyon érdekes, és biztos nagyon finom, ha megpirítja az ember. Igen, nem rossz, nem szeretem. Intellával se. Nem próbáltam. Megkipróbálom. Ez nem, ez... Ez nagyon nem. Nem tudom, hányból pontozzunk, 10-ből vagy 5-ből? Legyen 5. Legyen 5. 5 angol zászlóból kap tőlem egyet. Köszönjük. Anglia. Hát tőlem egy 2-est kap. Ó, durva jó, fel vagyok. Na jó. Akkor ez a krampet. Én 4-et adok. Szintén, egy 4-es. Látjátok, pedig azt mondta, hogy nem szereti. És 4-est ad rá. Hát mert milyen jó lélek. De... Akkor a következő az... Csoki. A csoki volt. Én 5-ből csillagos 5-öst adnék rá. Igazából. 5 pont. Jó, azt mindenki szereti. Ki nem kivéve szereti? Aki, igen. Kivéve, aki nem szereti a csokit, de... igen. Ki az, aki... Kezdő. Azt hiszem az alma szósz. Én 5-öst adok rá. Egyértelmű. 5. Igen, bár attól függ, hogy mivel társítja az ember. Szóval így kanállal, meg igen, ebbe. Így jó, így finom. De lehet, hogy nem raknám a húsos, nem tudom. Nem szereted a például a rántott sajtot ilyen...
De igen, az a durva, hogy igen, de valahogy az alma, nem tudom, más az ízlésem. Szóval szeretem. Megértem. Én szeretem a sós mellé az édeset. Meg ugye itthon is szoktak például a vadhúsok mellé ilyen birsalma kompótot, meg ilyeneket. Igen. Az úgy oké, csak nekem ez olyan se nem lekvár, ilyen csatniszerű, se nem lekvár, igen. Se nem alma, ilyen nem tudom. Nekem furi, de jó. De jó, azért jó az íze. Na jó, ezt, szerintem ezt nem, én nullát adok rá, bocsánat, de nem, én nem. Nekem ő nagyon egy szinten van azzal a kis sziruppal, tehát ilyen kettes körül mozog a skálán nekem. Igen. Mert ettem már ennél rosszabb dolgot is, de nagyon régen. Nagyon furcsa ember vagy. Igen, már. De nagyon szeretem, de az, hogy ilyen jó indulatú, az mindent elmond róla. Igen. Édes vagy. Na jó, szóval... ketteske. Hát, kettes. Nekem kettes, neked nullás. Nulla. Neki. És az utolsó pedig a chips volt. Én erre 4-est adok. Mondom, én megszoktam az ízét, elsőre fura, de aztán jó lesz. Nekem is egy ilyen 4-es-3-as, de akkor legyen 4-es. Legyen 4-es. Csak mert mindenkivel jó indulatú. Igen. Igen. Hát... Na jó, hát minden. Luca megkóstolta a videó első fejezetét, láttátok, reméljük, hogy tetszett. Lehet, hogy egyszer majd Judit is megkóstol valamit. Hoho, ez csak rajta múlik, úgyhogy hagyjatok kommentet, hogyha tetszett a videó, és esetleg javaslatokat is nagyon szívesen várunk, akár Instagramon, akár Facebookon, de akár itt a videó itt. Alatt is. És hogyha ettetek már ezek közül valamit, azt is mindenképpen írjátok meg, és hogy mi volt a reakciótok. Bizony, nagyon kíváncsiak vagyunk rá. Úgyhogy lájkolj, ha tetszett, és kövess be minket, és sokszor puszilunk mindenkit. És iratkozz fel a csatornára, ha még nem tetted meg, és még nagyon fontos, mi van a csatorna gomba, feliratkozó gomb mellett. Kis harang? Kis harang, azt nyomjátok meg, mert különben nem fogtok értesülni a videóinkról. Így van. Na, sok puszi nektek! Vigyázzatok magatokra! Sziasztok! Sziasztok. Ez tök jó lett!